Sziasztok! Sziasztok! Ezen a héten folytatjuk a Mumaimo tesztünket, amiben a Ubiquiti lesz a főszerep. U6 LR, valamint U6 Light. Na de hogy is mérünk, Peti? A mérést ugyanúgy csináljuk, mint az előző részünkben. Van egy iPerf szerverünk, ahol 10 darab virtuális gépet futtatunk, 10 darab iPerf szerverrel lényegében, és 10 klienssel csatlakozunk fel hozzájuk, és egyszerre mérünk, egyszer indítjuk el ezt a 10 mérést, és mindegyik 5 perc hosszúságú, és ebből számolunk egy átlagot, hogy mennyi letöltés, illetve feltöltést érünk el. Így van. Külön regisztráljuk ugye a klienseknek az átlag amit magából a kliensből olvasunk ki, valamint a szerver oldalon pedig mérjük, hogy összesen hány gigabájtnyi adatot forgalmazott le az AP a szerver felé, és azt pedig utána szintén összevetjük a két értéket. Ezek 99%-ban egyébként szerencsére egyeznek is. Keveset e-maileznek addig a gépek, úgy tűnik. És mindezt kétszer mérjük a biztonság kedvéért. Így van, mert sajnos ö, hasonló eredményeket a legrikább esetekben tudunk mérni ezek alatt az perces mérések alatt. Valahogy teljesen érthetetlen módon változnak az eredmények. Na de a lényeg a lényeg, specifikumok tekintetében mi választja el őket? Az U6LR egy 4x4-es, 5 GHz-es rádióval rendelkezik. Most a mérésünk során csak az 5 GHz-re összpontosítunk. Főleg, hogy egyébként ennes a 24 es ezeket ki is kapcsoltuk mindkettőben. Igen, és ez tud 160 MHz-es csatorna szélességet. Uh -huh. Míg a kis tesó az kétszer kettes rádióval rendelkezik, és csak 80 mhz csatorna szélességet tud. Igen, tehát az előző tesztünkben ugye a XV3-nak, hát pontosabban ahhoz áll közel ez az AP, ez meg inkább az XV2-höz. Mm. Az XV3 az egy jóval nagyobb AP, 88-as, de ezt most hagyjuk. Nézzük, hogy a kliensekről azért pár szóban mit kell elmondani. Van ugye 5 darab AX-es kliensünk, és 5 darab AC-s, Ezekből pedig négy darab mobiltelefon, egy darab asztali gép és öt darab laptop. Igen. Jó, két MacBook, van Inteles alapú, ami 160 mhz tud AC-ból, van ami AX-es alapú laptop, és szintén 160 mhz tud. Tehát össze-vissza, ahogy egyébként egy irodai környezetben a különböző generációjú telefonok és notebookok ugye sorakoznak, ez egy ilyesmi fajta kliens összeállítás. Tehát egy teljesen vegyes, mert ugye egy normál felhasználásban, mondjuk egy hotelnél nem tudjuk megválasztani a klienseket. Tehát direkt nem akartuk kivenni egyik kliens legyen tíz darab random mostani modern kliens, és ezekkel mérünk. Jó, akkor beszéltünk a kliensekről, beszéltünk a mérésről, a szerverről. Szerintem Én az nézzük az eredményeket, itt az ideje. Lelőjük? Lőjük le! 1206 pontot kapott a nagyobbik tesó, ami több ugyan, mint az előző adásban tárgyalt XV2, mert az 963-at tudott, viszont kevesebb, mint az XV3, az 1550-et tudott. De kb. ide is lőttük be a terméket. Igen. Egyébként ugyanez volt a felhozatal abban az esetben, amíg be nem jöttek a TP-linkek, majd megnézzük mm -hmm. azokkal, mi lesz, az előző test sorozatban is. Na nézzük, hogy nézett ki! Leirányba 20,5 GB forgalom, vagy 19,5. Az első meg a második során. Igen, ez kb. azonos, 559 vagy 532 átlagos megabitet jelentett ez, megabit per szekundumot. Felfele irányban jelentősen jobb eredményeket értünk el, 23,8 vagy 25,1 gigabyte, és 649 per 685 megabit mm. azért Persze az elég jó eredmény. Az elég jó eredmény ahhoz képest, hogy az AP töredéke a a Cambium XV3-ának, nem is, nem is éri el a szintjét, de ahhoz képest átlagosan 539-le, 666-fel. Sátámi hiszem. Ajaj! Mit főztek ki nekünk a Ubiquiti boszorkány konyhájában? <laughs> <laughs> szóval, szerintem jó egyébként. Szerintem, mert ez, szerintem is egy jó eredmény. Tehát ugye, megnézed az eredményeket, azért relatív kiegyensúlyozott, azért van egy-kettő eredmény, 0 megabit, meg 1 megabit, de de a már következő mérés során azért ezokat is így próbálja kompenzálni. Igen, A többszörösen hátrányban lévő notebookomnál is, 21, 23, 15, 32, ilyesmi, a négy mérésben ilyesmi értékeket ért el. Mondjuk a telefonomnál volt egy olyan 0 megabit az egyes mérés leirányban, de a következőnél már csinált 32-t. És ez főleg azért érdekes egyébként, mert tényleg az összeredményekben nincs nagy különbség, de mégis van, amikor úgy sorsolja az AP, hogy az egyik kliensnek bizony nem ad. Bizony, és ezt megerősíti a másik mérés is, ahol meg egy másik telefon ért el egy egész megabit szekundumot. Igen, de azt észrevettük egyébként a méréseinknél, hogy minél több kliens kap nagyon-nagyon kicsi sávszélességet, tehát ez a 0,1-2 megabiteket, az összeredmény akkor jobb, mert hogy itt egy kis csalás van ám, mert ugye kevesebb klienssel foglalkozik igazából az adott AP. Csak azért annak a kliensnek nem valamennyire jó. Igen. Tehát ez, ez nem nem túl igazságos, de hát az élet, nem igazságos, ez mint ilyen. tudjuk a természetfilmekből is. Mindegy, vannak itt azért 110 megák, 170 megák egy Xiaomi telefonnal például, az egy elég szép eredmény uh -huh. az volt a legjobb. Igen, az volt a legjobb. De utána a következő mérésnél 126, 174, de... Az első mérésnél meg 18 ugyanezzel a telefonon. Igen, ugyanabból a helyszín, ugyanabból a pontból, ugye ahogy az előbb adásban is említettük, az AP körül körbe helyezkedtek el, nem hagyva egy üres 30 fokot sem, tehát szépen körbe elhelyeztük a, a, klienseket a méréshez, és mégis teljesen változó, hogy, hogy hogyan is sorsolja ki a sávszélességeket az AP. Jó, akkor a nagy tesó csinált 1002-t, ezzel tulajdonképpen befúródott a második helyre. Mm, az XV3 és az XV közé. Oké, most jön a kicsike. Hú, a kis tesó 877 pontot ért el nálunk. Ez pedig úgy jött ki, hogy az átlag letöltés 370 megabit per szekundum, míg a feltöltés 506 megabit per ami meglepően magas Igen. szerintem. És egyébként itt is van egy érdekes dolog, hogy két felirányú mérésből az egyik 483, a másik 529. Megabit per szekundum. Igen, bocsánat, megabit per szekundom. Tehát az egyik alkalommal csinál 17 gigát, 17,7-et, más, másik alkalommal meg 19,4-et. A leirányokba fél 14 gigabyte, és egyébként meg 368, 382 megabit. Viszont a kliensek itt egész kiegyensúlyozottak voltak, kivéve a technikai. Már megint ez a megbuk. Igen, valószínűleg ez egy olyan helyen volt a körben, ami nem volt a legjobb. De 0,7 megabit, meg 0 megabit. És az az érdekes, hogy most elővetnénk az előző táblát, hogy amikor ezzel a notebookkal mértük körbe az összes 11 pontját a, a lefedettségi tesznek, akkor azért bőven voltak sok száz megabitek is. Igen, meg azért itt is ö, próbáltuk kizárni a kliens problémát, tehát hogy egyedül Gergő elindította az iperf és tökéletesen működött. És ahogy indítottuk el a többi klienst, úgy lehetett látni, hogy szépen csökkent a szesé, tehát Valami nem, Valamiért. őt nem, nem szereti, oké. egyik AP Na mindegy, a Xiaomi telefon az egész jó eredményeket ért el, bár ugye mondok számokat 87, 70, 115, 23. Itt is azért... Hát ami az stabil volt rá. talán az összes AP-nál, az asztali gép. Uh -huh. És az a benne lévő Wi-Fi kártya. Igen. Hát a nagy nyereség azért megteszi a hatását. De nagyon érdekes, hogy például te notebookod, ami egyébként győztes kb. minden kategóriában az előző sorozatban, csinált 8 megabitet, vagy 21-et, vagy 16-ot, vagy 23-at. Tehát... de csak ezzel az AP-val az összes többéneje bőven 50 megabit felett mért. Igen. Ami azért jó, de itt az egyik mérésnél 8 megabit. Igen. Ja, és akkor még egy dolog az iPhone, mert ugye két azonos iPhone. Igen. Másik kollégánknak az iPhone-ja 140 megabitet csinál. Addig, amíg az enyém 43-at. Na mindegy. Ez egy ilyen dolog. A lényeg, hogy van 877 pontja az ap nak kísértetiesen hasonlít a legutóbbi sorozatra, amíg a TP linkek ebbe bele nem rondítottak. Első az XV3, második az LR, harmadik az XV2, és negyedik a Lite. Bizony. Jó, oké. Okay. Szerintem ne húzzuk tovább a szót. Legközelebb mérünk ugye TP-linket, és utána, utána Aruba-t. Arubával annyi lesz a különbség, hogy három AP-t fogunk megmérni, az 5.15-öst, az 5.35-öst és az 5.55-öst. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ott kihozzuk-e a abszolút győztest, a kambium fölé tud-e kerekedni, vagy eleve a tp hogy fog bele avatkozni a az azonos erőviszonyokban mint az előző tesztnél. Szerintem jó lesz a TP-Link is, meg az Aruba is. Én bízok benne. Hát itt azon gondolkoztam, hogy a TP-Link ugye a nagy antenna nyereségével vitte a prímet a kisebbik kp, uh -huh. viszont az itt nem lesz olyan nagy előny talán, mivel nem, hogy talán itt közel vannak a kliensek, nem falakon keresztül rádiózunk, uh -huh. tehát itt minden kliens körülbelül egy ilyen 3-5 méter távolságban van. Az AP-tól? Nagyjából úgy, 5 méterig, Nagyjából 5 méter. Na, majd meglátjuk, hogy hogyan szerepelnek. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ne hagyjátok ki a következő részt. Iratkozzatok fel, nyomjatok like gombot. Vagy pedig, ha nem tetszett, dislike-ot. Kétszer. Sziasztok! Sziasztok!